Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 17 évig vezetett jogosítvány nélkül, több 100 000 forintos bírságot kapott a felelőtlen sofőr. Szent Korona installáció Szekszárdon. Új, eddig nem ismert információk tudhatóak meg a koronázási ékszerekről. Magyar Tudomány Napja. Előadásokkal ünnepelt a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Fenntartható fejlődő gazdaság. Szekszárdon tartott előadást a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke. 17 évig vezetett jogosítvány nélkül egy szekszárdi férfi, miután 2004-ben ittasság miatt eltiltották a rendőrök. Ez nemrégen derült ki, amikor egy rutinellenőrzés alkalmával megállították őt az egyenruhások. Emiatt néhány napot a rácsok mögött töltött, hamarosan pedig több 100 000 forintos büntetést kell fizetnie. Szekszárdon fogták el a több mint 17 éve jogosítvány nélkül vezető sofőrt a rendőrök, az iratai ellenőrzésekor viszont hiába kértek tőle jogosítványt, azt nem tudott átadni, így bukott le. Ráadásul kiderült, hogy korábban ittas vezetés miatt vették el tőle a vezetéshez szükséges okmányát. Őt 2004-ben a bíróság eltiltotta ittas járművezetés miatt a vezetéstől, ekkor vezetői engedélyét is elvették, és a férfi annak ellenére, hogy utánképzésen kellett volna részt vennie, ezt nem tette meg. Az 55 éves renitens sofőr nem most vezetett először eltiltás hatája alatt, ezt ő maga ismerte el. Azt mondta, 2004 óta rendszeresen volán mögé ült, sőt, többször el is kapták a rendőrök. Munkatársaim a korábbi években számos alkalommal intézkedtek a férfival szemben. Eltiltás hatája alatti vezetés, továbbá vezetői engedély nélküli vezetés, ittas járművezetés és más szabálysértések, illetve bűncselekmények miatt. Ezúttal a férfit munkatársai őrizetbe vették. A férfi tehát rácsok mögé került egy rövid időre, ezt követően pedig a bíróságon gyorsított eljárás keretében 200 000 forintos pénzbírság megfizetésére kötelezték. 2595 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerda reggelre idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 879.092 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 74 beteg, így az áldozatok száma 30.994 főre emelkedett. 3.172 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 350-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.959.000 kaptak. Tolna megyében 35 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 18.592-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Ismét kötelező a maszk használat a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Dr. Gábor Ferenc, a megyejogú város jegyzője közleményében emellett azt kéri, hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben keressék fel személyesen a helyiek a hivatalt, minden más esetben válasszák az online vagy a telefonos formát. Hogy a mostani korlátozás meddig lesz érvényben, egyelőre nem tudni. Ünnepélyesen is átadták a szekszárdi Béla király téren felállított Szent Korona installációt az érdeklődőknek november 2-án. A székelyudvarhelyi alkotás a helyi Rotári Klub jóvoltából kerülhetett a Tolnai megye székhelyre. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere szerint új és érdekes információkhoz juthatnak azok, akik ellátogatnak a felépítményhez. 1200 körül a Hartwig legenda szerint első István királyunk kapta második Szilveszter pápától. A Szent Korona történetét ismertette Dobos Gyula, a Tolna megyei levéltár volt főigazgatója, a szekszárdi Rotary Klub tagja, az Erekje installációjának hivatalos megnyitóján november 2-án. A szekszárdi Béla király térre felállított építményt az Erdélyi Udvarhelyi Kultúrájáért Egyesület ajánlotta fel kiállításra a Tolnai megyeszékhelynek a helyi Rotary Klubon keresztül. Korábbi elnökünk kitalálta azt a dolgot, hogyha már interneten keresztül találkozzunk, akkor miért ne találkozzunk romániai vagy szerbiai klubokkal. És ekkor kerültünk kapcsolatba a székelyudvarhelyi Rotary Klubbal, és ők ajánlották fel most legutoljára, amikor volt egy családi napunk Kölesden, és Kölesden ők ott is részt vettek ezen a családi napon, és akkor ajánlották fel, hogy ezt a másik példányt el tudják hozni ide Magyarországra. Az installációt október 28-án állították föl a Béla király téren, így a hosszú hétvégén már sokan megtekinthették a Szent Korona történetét bemutató építményt.
Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere kiemelte, sok új, érdekes információhoz juthatnak a látogatók. Bízunk benne, hogy a mai napon, hogy nem érkeztek, de későbbiek során az iskolák is történelemórák keretében fel fogják keresni, mert gyakorlatilag a történelemtanárok által történő tárlatvezetéssel a diákok is nagyon sok új ismeretekre tehetnek szert ebbe a kivételes körülményekben. A Szent Korona installáció első változata az elmúlt években már bejárta Magyarország egy részét, azonban akkor Szekszárdra nem jutott el. A második, már tartósabb építmény most egy hónapon keresztül tekinthető meg a Tolnai megyeszékhelyen. 1800 milliárd forintot biztosít a kormány a térségek saját fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a következő 7 évben. A most elindult TOP Plus program a korábbiaknál is nagyobb lehetőségekhez juttatja a kevésbé fejlett településeket, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály felhívta figyelmet arra, hogy az első pályázati felhívások összesen több mint 636 milliárd forint értékben már megjelentek. Kettől már elérhetővé vált a bölcsödék óvodák kialakítása, fejlesztését, eszközbeszerzését támogató felhívás is. Helyi gazdaság és turizmus, a szociális, egészségügyi és gyermeknevelést támogató intézmények, a bel- és külterületi utak, megyei foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a városrehabilitáció és a fenntartható városfejlesztés. November 3-án ünnepeljük a Magyar Tudomány Napját. Ez alkalomból a Wosinski-Mór Megyei Múzeum minden esztendőben tudományos előadássorozatot szervez, melyek keretében a kutatók beszámolnak az előző évi legfontosabb eredményeikről. Az előadássorozat adja a megjelenő múzeumi évkönyv anyagát. A Kárpát-medencében talált etruszk és a regői lelet összehasonlításáról tartott előadást Szabó Géza régész a Wosinski-Mór Megyei Múzeumban a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Hasonló és ugyancsak égett csonttöredékek, díszített csonttöredékek jelentős mértékben előkerülnek az etruszk sírokból, amelyek látszólag szoros párhuzamot mutatnak a regői anyaggal. A Magyar Tudomány ünnepét 1997 óta ünneplik november 3-án, emléket állítva annak, hogy 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A Szekszárdi Wosinski-Mór Megyei Múzeum évek óta előadássorozattal várja a látogatókat ezen a napon. A Wosinski-Mór Megyei Múzeum most már 8 esztendeje legalább a Magyar Tudomány ünnepéhez igyekszik olyan módon kapcsolódni, hogy egy tudományos ülésszakot, egy délelőttöt áldoz az érdeklődők számára, hogy bemutassuk az adott év tudományos eredményeit. A bemutatott kutatások eredményeit a múzeum minden évben évkönyvként adja ki. Ez a hagyomány a 70-es évekig nyúlik vissza. Oldor János múzeumi igazgató szerint a kiadványok célja Tolna megye történetének megismertetése. A múzeum évkönyve az egy nagy hagyományokkal rendelkező periódika. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk jeleníteni. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából az országos számos pontján várják különféle programok és előadások az érdeklődőket. Átadták a 12 millió forintból felújított Hősök szobrát Faddon, amit a hagyományokhoz híven halottak napján a helyi diákokkal és lelkészekkel közösen koszorúzott meg a település vezetés, a társadalmi szervek és az intézmények képviselői. Fülöp János polgármester elmondta, az első és második világháborúban elhunytak tiszteletére állított emlékmű, amelyen apai nagyapja neve is szerepel, korábban a Hősliget téren kapott helyet. A második világháború után a hátoldalára fölkerültek márványtáblák, és a második világháborús hősi halottak is rákerültek az emlékműre. Akkor már bekerült ide, ez volt itt régen a Levente otthon mellette, és hát nyilván ez a fiataloknak egy ilyen kicsi hazafias neveléshez segítette. Hát a 100. évfordulóra szerettük volna megújítani, mert elrepettek a márványtáblák, a betűk nagyon kopottak voltak már, és maga a felépítmény is megsüllyedt. De hát sajnos csak az idén sikerült befejezni, úgyhogy egy évet csúsztunk, de nem baj, én azt gondolom, hogy szép lett, és egy méltó megemlékezés ma a falu hősi halottjaira.
Már július 29-én elhasználta Magyarország az egy évre szánt természeti erőforrásait. Többek között erről beszélt Szilik Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapító elnöke Szekszárdon tartott előadásán. Kiemelte, egyre fontosabb a tehetségek gondozása, hiszen a jövőben ők fognak megoldást találni a környezetvédelmi és gazdasági kihívásokra. A legtisztább energia az, amit nem használunk fel. A fenntartható, ugyanakkor folyamatosan fejlődő gazdaságról tartott előadást Szilik Katalin miniszterelnöki megbízott, a Parlament Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapító elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán szervezett Tehetségfesztiválon. Azt mondta, mostanra minden korábbinál fontosabbá vált a tehetséggondozás, hiszen minden nemzetnek szüksége van arra, hogy az értelmisége igazán kiművelt legyen, és a globális világ kihívásaira a lehető legjobb megoldásokat találja. A klímacélokat csak akkor fogjuk tudni teljesíteni, ha mi magunk is például takarékoskodunk, ahhoz viszont, hogy ezeket elérjük, azért kell egyfajta társadalmi felelősségvállalás, amiben viszont az értelmiség tud elsősorban példát mutatni. Szilik Katalin hozzátette, az emberek nagy része nem foglalkozik ezzel a problémával, mert az egyelőre térben és időben is látszólag távol van tőlük. Ugyanakkor Magyarország 2021-ben, már július 29-én átlépte az úgynevezett ökológiai túllövés napját. Ekkor fogyott el az ideális esetben egy évre szánt természeti erőforrás mennyisége. Éppen ezért is működik már évek óta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, ami minden parlamenti jogszabályt véleményez annak érdekében, hogy azok a környezetvédelmi elvárásoknak is megfeleljenek. Az alapító elnök azt is hozzátette, hogy ha mindenki úgy élne, mint az amerikaiak, akkor 5 bolygóra lenne évente szükség. Azt jól kell látnunk, hogy a problémáink azok rendszerben jelentkeznek, tehát ezekre rendszerszerű válaszokat kell tudnunk adni. Én úgy hiszem, hogy az, amit eddig egyébként az egyetem elért ebben, és akkor itt hadd mondjam, hogy azért az egy fontos dolog, hogy Magyarországon első helyezett a zöld egyetemek sorában a Pécsi Tudományegyetem, és a globális világban viszont 59., ami azt gondolom, hogy nem elhanyagolható, tehát ezeket kell nekünk továbbfejleszteni. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács kijelölte azokat a stratégiákat, amiket a közeljövőben meg kell alkotnia ahhoz, hogy egy élhetőbb jövőt tudjon biztosítani. Regionális híreink következnek. Pécsi ötlet, világsiker egy multicéggel. Új központot nyitott a biotechnológiai vállalat. Megteltek a szállodák a Balatonon. Ősszel is sokan látogatnak el a magyar tengerhez. Töklámpások parádéja. Különleges alkotások születtek Somogy megyében. Egyre több pénzt ad a kormányzat a kutatásfejlesztéssel foglalkozó cégek támogatására, mert ezekben az ágazatokban végeznek olyan munkát és érnek el olyan eredményeket, amelyekből a jövő munkahelyei születnek. Magyarország a termelés uralta piacról a tudásalapú munkahelyek megteremtése felé tesz lépéseket, erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter pécsi látogatásán. Szijjártó Péter egy dán és egy magyar cég összeolvadásából született vállalat új központjának átadásán vett részt. A 2 milliárdos beruházáshoz a magyar állam 773 millió forint támogatást adott. Bemutató film annak a cégnek a tevékenységéről, amelynek elkészült új kutató-fejlesztő központja Pécsen. Kedden adták át hivatalosan az épületet. Egy pécsi kutató ötlete, amelyre céget alapított, majd egy dán multicég érkezése a Baranyai megyeszékhelyre, amely világsikerre vitte a magyar innovációt az élelmiszer egészségügyi vizsgálatok területén. Így foglalható össze a pécsi Softflow és a dán Fosz cég együtt működése, társulása. Olyan műszert készítettek közösen, amely piacvezető helyet biztosít a biotechnológiai cégnek. Rövidebb idő alatt több paraméterre ad pontosabb eredményt, mint a jelenlegi megoldások, és egyúttal jól szemlélteti, hogy miért soroljuk vállalati értékeink közé azt, hogy elsők szeretünk lenni. De ez a műszer csak a kezdet azon nagyszerű termékek sorába, amelyek innen Pécsről indulnak majd világkódító útjukra, és mostanra már nem csak az eljárás lelkét adó biotechnológiai módszer, hanem a műszeren futó szoftver és egyes hardware komponensek is pécsi szellemi termékek. A cég alapvető élelmiszereket, alapanyagokat vizsgál be a világon. Azért, hogy megállapítsa, emberi fogyasztásra alkalmasak-e, vagy tartalmaznak olyan kórokozókat, anyagokat, amik miatt nem. A világ
gabonatermelésének vagy a tejtermelésének a 80-85%-át saját gyártású eszközökkel mérje, ez azt hiszem, hogy egészen mellbevágó információs adat. És mindennek a tudása, mindennek a háttere itt Pécsett készül. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a jövő elkezdődött a mai nappal itt Pécsett. Hoppár Péter szerint a dán cég igényei találkoztak a Pécsi Egyetemről érkező kutatók felkészültségével. Ebből születhet a tudásra épülő ipari teljesítmény, ami a jövőt jelenti. A kormányzat is fontosnak tartja és támogatja a kutatás-fejlesztés területén működő vállalkozásokat, mondta a Pécsre látogató külügyminiszter. Összesen 182 milliárd forintot fordítunk a költségvetésből kutatásfejlesztésre, innovációra. És hogyha megnézzük, akkor a tavalyi esztendőben a magánszféra és az állami szféra kutatásfejlesztési költései is jó 10%-kal meghaladták a 2019-es szintet, és megint csak egy válság által sújtott esztendőről beszélünk. De hogyha évtizedes távlatban nézünk vissza, akkor azt látjuk, hogy 10 esztendő alatt 60%-kal nőttek Magyarországon a kutatásfejlesztésre, innovációra fordított beruházások összegei. A FOSZ és a tulajdonában lévő SoftFlow most átadott központjához a magyar állam 173 millió forint vissza nem térítendő forrást adott. A beruházás értéke 2 milliárd forint. Összesen 90 új munkahelyet jelent a pécsi beruházás megépítése. Szinte teljesen megteltek a balatoni szállodák az őszi szünetben és a hosszú hétvégén. Elsősorban gyermekes családok érkeztek pihenni a tóhoz. A magyar tenger a főszezonon kívül is népszerű, hiszen nem csak a csodálatos környezet, hanem az egész éven át nyitva tartó minőségi vendéglátóhelyek, pincészetek és programok is várják a kikapcsolódni vágyókat a Balatonon. Közös nagycsaládi bowlingozás szombaton az egyik zamári szállodában, az őszi szünetben és a hosszú hétvégén is sokan választották úti célként a Balatont. Meglepetésként kaptam ezt a kis rövid hétvégi előzetest, és nagyon jól éreztük magunkat. Azért döntöttünk így, mert kell a pihenés, sokat dolgozunk. Egyre több vendég érkezik főszezonon kívül is a Balatonhoz, sőt sokan kifejezetten a tó csendes, nyugodt arcát szeretik. Mi így most kettesben jöttünk, és nincs ez a nagy tömeg, mint nyáron, úgyhogy egy jó kis romantikus sétát is véghez vittünk itt az este folyamán. Kétszer is. A vírushelyzet miatt a családok kivártak, az első foglalások október elején érkeztek ebbe a zamárdi szállodába, amely közel telt házzal üzemel az őszi szünetben és a hosszú hétvégén. Nagyon jól sikerültek a foglalások, a október 22-e péntektől november 1-ig átlagosan olyan 90-95%-os telítettséggel tudtunk működni. Természetesen a vendégek nagy része belföldről érkezett, alapvetően kisgyerekes családok, akik benépesítettek a szállodát, és gyakorlatilag ezen a héten átlagosan két, illetve három éjszakás foglalások voltak a jellemzőek. A szállodák az évszaknak megfelelő kreatív dekorációval és tematikus őszi programokkal is várták a feltöltődni vágyókat. A számok és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy idén ősszel rendkívül népszerű a Balaton. Ennek egyik oka, hogy egyre több az egész éven át nyitva tartó vendéglátóhely. Az időjárás is kedvezett nekünk ebben az évben. Rengeteg napos, szép idős időszakunk volt, és hát ebben az évszakban a gasztronómia is dübörög a Balatonnál, hiszen az itt felelhető kulturális és aktív programok mellett a gasztroélmények sokasága is mind-mind jelen van és elérhető, igénybe vehető a vendégeink által. A következő hetekben is kínál programokat a Balaton. Sok vendéglátóhely és pincészet készül mártonnapi liba lakomával és újborokkal. Emellett már az év végére, karácsonyra és szilveszterre is folyamatosan érkeznek a foglalások a tóparti szállodákba. Különleges alkotások születtek az idei töklámpás faragó versenyre a Somogy megyei Csökölyben. A település kulturális egyesületének felhívására ezúttal 40-en jelentkeztek. Denevér, méhkaptár, koponya. Igazán egyedi alkotások készültek idén a Csökölyi Kulturális Egyesület töklámpás faragó versenyére.
Tavaly rendeztük meg először a töklámpás faragó versenyt, és már akkor tudtuk, hogy lesz folytatása. Idén összesen 40-en jelentkeztek. Nagyon örülünk neki, hogy több gyerek jelentkezett tavalyhoz képest. Nagyon lelkesek a versenyzők. Pénteken osztottuk ki a tököket, és mindenkinek van egy hétvégéje kifaragni. A felnőttek és a gyerekek alkotásait külön értékelte a zsűri. Az ítészek több szempont alapján döntöttek. Tavalyi évből kiindulva az ötletességet, illetve azt, hogy kinek mennyi munkája van benne, tehát a kidolgozottságot fogjuk figyelembe venni. Amíg a zsűri tanácskozott, addig a résztvevőket meleg tea és sültök várta, a gyerekek pedig izgatottan mesélték élményeiket. Boszorkány, mennyiszt, mennyiszttök. Mennyiszttük a boszorkány? Aha. Az ítészeknek ezúttal is nehéz dolguk volt, így a felnőttek között végül két első helyezettet hirdettek. Én egy méhecskét készítettem mésejtekkel, és körülbelül 3 órán keresztül készült. Első helyet ért a koponyás alkotás is. Ez gyorsan készült. Volt több terv is róla, hogy milyen tököt faragok. Tavaly már nyertem egyet, és föl volt dobva egy csomó téma. Sok. És szelektáltam, és aztán kerestem, csináltam tanulmányokat, rajzokat, és aztán faragtam. Egyszerű technikával, körülbelül 2 óra alatt készült el. A gyermek kategóriában pedig Takács Noémi lett az első. Emléklapot minden résztvevő fog kapni egy ilyen kis szóró ajándékkal, illetve a gyermek és a felnőtt kategóriában is 3-3 helyezés plusz egy külön díj van. A szervezők ugyanakkor senkit nem engedtek el üres kézzel, emléklapot és egy-egy apró ajándékot minden résztvevő hazavihetett. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. 17 évig vezetett jogosítvány nélkül több 100 000 forintos bírságot kapott a felelőtlen sofőr. Szent Korona installáció Szekszárdon. Új, eddig nem ismert információk tudhatóak meg a koronázási ékszerekről. Magyar Tudomány Napja. Előadásokkal ünnepelt a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Fenntartható fejlődő gazdaság. Szekszárdon tartott előadást a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke. Csütörtökön nagy nedvesség tartalmú levegő éri el térségünket széllel. Sok felhőre és esőre kell számítani. Zivatar sem kizárt, többfelé hullhat kiadós eső. Éjszaka csökken a felhőzet, csapadék már nem valószínű. A szél mérséklődik és északnyugatira fordul. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!